Múzeumot vezetni pont úgy alkotás, mint egy kötömből kivésni azt, amit láttatni szeretnénk. Egy gyönyörű épület pont olyan alap, mint a kő, hogy mi lesz belőle, az rajtunk múlik, mondja Varga Mihály, a Sepsiszentgyörgyi Székely Múzeum igazgatója, szobrász. A műveimben, a szobrászatomban nagyon szeretem beszéltetni a fát, vagy szeretem beszéltetni a követ. Ugyanúgy az intézmény vezetés is egyfajta művészet, és ezt lehet csinálni. Nem szabad a múzeum igazgató a legokosabbnak képzelje magát. Nagyon fontos az, hogy bizalmat adni az embereknek, és buzdítani arra, hogy dolgozzon. Tehát a kérdésre visszatérve, nem látok semmiféle ellentmondást a hagyományos muzeális intézmény vezetése és a kreatív, mondjuk úgy, hogy modern szobrászat között. Falun nőttem fel, azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy szerencse. Felsőháromszéken Lemhényben eszméltem, és hát ott egy udvar, állatok, a nagyszüleim, a falusi világ, a maga idillikus milliójével szerintem az volt a döntő, és hogy nagyon kicsi gyerekkoromban meg akartam örökíteni a körülöttem lévő formákat, elsősorban az állatokat. És nagyon korán rajzoltam, tehát a családi legendárium szerint hamarabb rajzoltam, mint beszéltem. És akkor ebből szép lassan ugye elment az iskolában, majd tudtunk plasztelinben, agyakban tudtunk formázni, és az egyszerűen lenyűgözött, hogy három dimenzióban lehet amit addig csak rajzban készítettem. Később majd a középiskolában, a képzőművészeti középiskolában, szakközépben jártam, ott viszont már szakavatott tanárok, és akkor már tudatosan a szobrászat mellett döntöttem. A természetes anyagok a kedvenceim, a kő és a fa. Inkább fába dolgozom, mert hogy a fának a melegsége áll hozzám a legközelebb, azon kívül meg nagyon vonz a monumentalitás, a nagyméret, és azt fában könnyebb elérni. Tehát például én egy saját elképzelésű szobrot bronzba önteni, az nagyon költséges lenne. A bronzba főleg a megrendeléseimet készítem. Azok az igények általában bronzra vagy kőre szólnak. Szerintem a kisebbségi lét egyáltalán nem zárja ki a szabad, sőt, ez még inkább arra sarkal, hogy újra definiáljam magam, meg hogy szabadnak érezzem magam bármi áron. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ebben nincs különbség a többségben élő magyar és a kisebbségben élő magyar között. Igenis kell, szabadnak kell érezzük magunkat, hiszen a diktatúrán túl vagyunk. Az borzasztó volt, nagyon sötét volt a mi diktatúránk is, ahogy a Rákosi korszak is önöknél. De hogy én azóta egyfolytában ebbe bízom, hogy mindig a fény fele megyünk, mindig a jobb fele haladunk. Nekem a munkáim sokszor pessimistábbak, mint ahogyan az emberek engem ismernek. Tehát valószínű, hogy a szobrászatomban jön ki az aggodalom, vagy hogy az embernek az esendősége az, ami engem megragad. Úgy látom, hogy egy nagy kiüresedés van. Egy nagy, tehát nem csak a közéletben, nem csak a politikában, hanem a vallásban is látom, templomba járó ember vagyok, és látom, hogy azért már nagyon sok minden úgy üresedik ki. Megvan még a váza, megvan még a külső része, de belül a tartalom az nagyon-nagyon talmi, nagyon-nagyon esendő, és ezt akarom a szobraimba valahol, erre próbálok rámutatni. Az itteni falvak, városok a nagyjaikról állíthatnak szobrot. Nem tilos. Tehát, hogy mondjam, egy csomó a szólásszabadság, a közösségnek, a vágyainak a kifejeződése sokkal inkább szabad, mint 25-30 évvel ezelőtt. Én azt hiszem, hogy a
ez a mi kis tájunk, vagy mondjuk úgy, hogy ez a mi világunk, sokkal kevésbé van kitéve azoknak a rongáltságnak, ami egy nagyvárosban. Tehát valahol még mindig az a patriarchális világnak a törvényei működnek. Persze, hogy itt is van falu kép rombol, rossz, tehát az emberek ízlése romlik, meg érezzük a pusztulást, de még mindig van egy olyan megtartó erő, ami nem engedi, hogy nagyon elkeseredjünk. Tehát még mindig van egy kohéziós erő az itteni emberekben.